Szevasztok, Peti vagyok és az Ava Group Media csatornát nézitek. Mint ahogy azt már többször is mondtam, megvettem a fölöttünk lévő lakást, úgyhogy most egy kis tárlatvezetés, illetve menet közben elmondom, hogy milyen videókra számíthatok a közeljövőben. Úgyhogy vágjunk bele! Kezdjük a dolgot itt az erkélyen, megmutatom nektek a gyönyörű kilátást itt az erkélyemről. Így néz ki az erkély. Azt a lámpát le fogjuk cserélni, mert eléggé ingatag, úgyhogy erről lesz egy rész, amiben megmutatom nektek, hogy hogy kell szakszerűen kicserélni egy lámpát. Majd utána ide kerül kettő darab ilyen fölnyithatós IKEA-s asztal, amit grillezéshez szoktunk használni. Akkor majd megmutatom, hogy hogy kell helyesen falat fúrni. Lent, ha lenéztek, akkor látható, hogy ott van egy biztonsági kamera, és a bejáratot figyeli. Azt a biztonsági kamerát föl fogjuk ide szerelni, és arról is lesz egy videó, hogy mit érdemes csinálni biztonsági kamera téren. Majd hátat mennyezettel mi nem tudom, mit csinálunk. Úgy néz ki, mintha itt lenne egy fészek, azt békén fogjuk hagyni, mert állatira barátok vagyunk, akarom mondani, állatbarátok vagyunk. Viszont mindenképpen fogunk felszerelni két szúnyoghálót erre a két ajtóra. Itt majd még eldöntendő az, hogy a lenti szúnyoghálót hozzuk föl, vagy vadonatújat csinálunk. Akkor minden szobába ugye egyrészt kell világítást szerelni. Eléggé szakszerűtlenül oldotta meg az előző tulaj, semmilyen érintésvédelem nincs. Úgyhogy beszélni fogunk arról, hogy hogy néz ki a helyes érintésvédelme az ilyen elektronikai dolgoknak. Másrészt, ha már az elektromosságnál tartunk, minden ilyen gurtvitlert, vagy hát mondjad már gurtni húzót le fogok cserélni elektromosra, programozhatóra, sőt, hogyha elég ügyes vagyok, akkor a saját házautomatizálási rendszerembe is bele fogjuk illeszteni, és az összes ablakon, 9 darab ablakon automatikusan fog menni a redő föl-le. Ha lenéztek a parktúlóra, akkor ezeket a parkettákat mind ki fogjuk cserélni ugyanarra a vinilre, ami lent is van a mostani lakásban, hisz ugye egyel alattunk lakunk. Itt vagyunk az előszobában, tehát bejárati ajtó, hogy jön be a telefon, itt a kaputelefon, itt is a padlót fogjuk cserélni, méghozzá itt kő lesz, tehát ilyen járólap, és ezt a nagyon csúnya piros járólapot is ki fogjuk cserélni, meg ezt a nagyon csúnya piros járólapot ki fogjuk cserélni, és szép új fehér járólapot fogunk lefektetni, úgyhogy lesz egy rész hideg burkolással kapcsolatban. Ja, de vissza ehhez, ugye ide minden egyes ablakhoz villanyt kell vezetni, ezt villanyszerűvel fogom megcsinálni, viszont itt például lesznek ilyen csúnya slitzek a falban, és ezt be fogjuk gipszelni, és utána tovább kezelni, valamint minden falon van ez az undorító tapéta, tehát ez a glassfaser tapéta, ezt mindenhonnan le kell szedni, mert nem nagyon örülök, nem nagyon emlékeztem rá, hogy ez ilyen, megmondom őszintén. Itt viszont az előszobában
ez egy ilyen gipsz cucc a falon, és meg fogjuk próbálni leszedni, ha nem, akkor viszont rá kell, hogy gretteljünk, úgyhogy még lesz egy rész glettelésről. Aztán konyha. Ugye konyhába megint be kell szerelnünk, amit pár hónapja beszereltünk, mosogatógépet, kicseréljük a sütőt, meg a főzőlapot, ott is lesz néhány dolog, amit el kell mondani, hogy hogy szakszerű, illetve például, már jó, elárulom a titkot, csak villanyszerelővel csináltathatjátok itt Németországban, mert különben a biztosító nem vállal semmilyen felelősséget, hogyha fölgyújtod a saját konyhádat. Ja, aztán van itt egy nagyobb szoba, ami a feleségemnek meg lehet csókolni minden lábát, mert ebből stúdió lesz. Tehát ez a szoba egy az egyben úgy lesz berendezve, a világosképp lesz a fal, ide is az a jobbik fajta parketta burkolat lesz, és ez kizárólag elektronikai labor és stúdió szerepet kap. Tehát az azt jelenti, hogy egyrészt, majd kíváncsiak, hogy mit láttak belőle, tehát ez azt jelenti, hogy ott lesz a szereposztó kanapé, itt a szekrénysor lesz, itt lesz egy magasságban állítható asztal, itt pedig egy sekélyebb szekrény az elektronikai dolgoknak. Itt fölöttetek, tehát az ablak fölött a mennyezetről fog lógni a zöld háttér, illetve a szereposztó kanapénak is meg lesz egy olyan háttér csinálva, hogyha itt lesz fixen a kamera, és arra néztek, akkor én tudok hozzátok beszélni, úgyhogy a kanapén ülök, vagy a zöld háttér előtt állok, ugye akkor az ablakot nem látjátok, már elő le lesz húzva, de itt állok, beszélek hozzátok, és lesz zöld hátterünk. Valamint azért, mivel ez relatív ki lesz találva, hogy hogy legyen, ezért azt találtam ki, hogy föl fogunk szerelni három stúdiólámpát a mennyezetre. Bizony-bizony, minden a mennyezetről fog valahonnan innen vetíteni egy lámpa oda, innen a mennyezetről egy lámpa ide. Ha esetleg pornót akarnánk forgatni a szereposztó kanapén, akkor az is ideális, illetve itt az ablak fölött valahol ezen a részen lesz még egy lámpa, ami az úgynevezett hajfény lesz. Majd arról külön csinálunk egy videót, hogyha sikerül jól beállítani, hogy ezek a stúdió világítások melyik lámpa milyen célt szolgál. És mivel jelenleg a videókból láthattátok már ezt a szobát alattunk, ugye ez most a labor, tehát ott van az elektronikai laborasztal, most itt van a szereposztó kanapé, ez lesz a hálószoba. Majd itten ma a feleségemmel mi ki kell mérnünk, hogy hogy férnek el a ruhás szekrények, mert ez a szoba kisebb, tehát remélem, hogy összejön. Itt is ugye a villanyt oda kell vezetni, tehát a villanyt oda kell vezetni minden egyes ablakhoz, hogy működjön az elektromos ablakemelő, vagy hát ez a nem ablakemelő, redőny emelő, és hát van egy fürdőszoba, ami hát nem egészen a mi stílusunk, de erre már nem maradt lóvé, hogy átépítsük. Meg az ajtón van egy komolyabb luk, úgyhogy ezzel a lukkal még valamit kezdenünk kell. Lehet, hogy ajtót kell cserélni. Így van. Káv, zuhanyzó és szarolda. Szevasztok! Jut eszembe, ha már itt tartunk. Ez itt egy GoPro. Méghozzá összejött a pénz a GoPro-s gyűjtésre, hogyha emlékeztek. Volt egy PayPal-os gyűjtés. Most szeretném megköszönni a Tarján Péter barátomnak, aki támogatott anyagilag azért, hogy ezt a kamerát megvehessük,
illetve Dajka Lászlónak, aki szintén adott ehhez a gyűjtéshez anyagi támogatást, valamint feleségemnek, aki ugye a legnagyobb részét vállalta a GoPro vételnek. Vannak még egyéb gyűjtések fönt a PayPal oldalon, majd szépen lassan azokat is nyilvánosságra teszem, de a legmélyebb tiszteletem és köszönetem Péternek és Lászlónak, hogy lehetővé tették adományukkal, hogy egy ilyen kiváló kamerát tudtunk vásárolni magunknak. Köszönöm szépen! Ez volt a reklám helye, és igazából ennyi. Tehát még egyszer összefoglalva, lesz villanyszerelés, lesz lámpacsere, ugye az összes okosház dolgunkat meg kell csinálni, lesz elektromos redőny emelő projekt, lesz festés projekt, lesz tapéta eltávolítós projekt, lesz parkettás projekt, lesz járólapozós projekt, lesz konyhaszerelős projekt, és lesz egy faszályos költözés, amihez nem nagyon füllik a fogam, de hát így döntöttünk. Úgyhogy, ja, ennyi. Más most tényleg nem ül eszembe, úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok. Találkozunk legközelebb is, iratkozzatok fel a csatornára, osszátok meg a videót barátaitokkal, és kíváncsi leszek, hogy milyen a hangminősége a videónak. Nyugodtan írjatok kommenteket, hogyha valamit szeretnétek a jövőben másképp, vagy kérdésetek van. Találkozunk legközelebb. Szevasztok!